ennyi fejlesztés, ennyi újítás biztos vagyok benne egy kis térségben sem történt, mint Nagy-Doronyban. És legjobban ez a Nagy-Dorony embereknek köszönhető. Az övék az oroszlán rész. Első alkalommal az ungvári járásban a szürtei és a csapi egyesülést vettünk górcső alá. Majd Beregvidéken a nagyberegi hromadát térképeztük fel, ezúttal visszatérve Ungvidékre, a nagydobronyi kistérségbe látogattunk el. Kárpátalja a legnagyobb magyar községéhez 4 település, Kisdobrony, Csongor, Tiszaágtelek és Dimicső csatlakozott. Hát nem volt nehéz összerakni a struktúrámban dolgozó személyeket, mivel ismertem szinte mindenkit. Nem volt gond, hogy túlórazni kellett, nem volt gond, hogy hétvégén be kellett jönni. Szóval nekik is egy megoldandó feladat lett ez a kistérségi működtetése. A legfontosabb dolog az intézményünk működtetése. Ettől fontosan nincs. Ugye úgy hozta a sors, hogy létre is kellett hoznunk egy új intézményt, a Nagy-Dobronyi Művészeti Iskolát. A fix kiadások mellett a lehetőségekhez mérten folyamatosan próbálnak fejleszteni. A Nagy-Dobronyi Személytelepet mindig is szívügyemnek tartottam, kb. 10 éve foglalkozom vele. Most hál' Istennek egy ügyes vállalkozóval hozott össze a sors, akivel tudunk dolgozni közösen a személydomb rendbetételén és felszámolásán. Szerencsénk van, hogy történik a közelünkben egy hatalmas projekt, egy útjavítás, ők is segítenek, lefüldeljük a személytelepünket, ami már megtelt személyttel, és halmozunk fel még plusz földet is, vagy későbbekben esetleg, ha sikerül valakivel szerződést kötnünk és elviszi a szemetünket valamelyik feldolgozóba, akkor bizony teljesen rehabilitáljuk azt a környezetet, egy csodás környezet közepére tervezték meg annól a személydombot. Remélem, ezen majd tudunk változtatni. Kisdobrondban is van egy nagyon csúnya szemét telepünk, ott is igyekszek rendet rakni, rövő héten ott kezdjük el a munkát. Ott is töltéselni fogunk, és hogy a szél nem vigye szét a szemetet, megoldjuk ezt a problémát ott is. Az önkormányzatnak az éve volt lehetősége a kistérségünk minden falvában valamennyi utat rendbe rakni. Grédereztünk, egyenítettünk, ahova kellett. Ahová tudtunk, követ is vittünk, elegyenítettük, ugye jön az ősz, jön a tél, rendbe kell tenni az utakot, hogy az emberek ne járjanak sárba. A Nagy-Dobrony térség fejlesztését civil szervezettel a munkánk, ez töretlen. Az új vezetővel mindennapi kapcsolatban vagyunk, és igyekszük egymás munkáját segíteni. Az éven Noel helyen is aszfaltoztak, ahol én el sem tudtam képzelni, hogy valahol aszfalt kerül, valamikor is aszfalt kerülhet oda. Én a senki földjét, temető előtti részeket, plusz a temetőt is közösen az emberek és a térség fejlesztését civil szervezet. Egy utat aszfaltoztak le, és szeméttárolókat építettek, azt hiszem 4-et, és központosították a vizet. Még itt nem áll meg a történet, mert parkosítani is igyekszünk a temetőbe, padokat kihelyezni, és fákot, cseréket igyekszünk majd ültetni az ősz folyamán, kaptunk is felajánlásokat. Jövőre az emberekkel közösen és az egyházakkal közösen 3 ravatolozó építését tervezte. Most történnek a megbeszélések, tervdokumentáció előkészítése és a földterületnek a tulajdonát is kénytelen vagyunk az építési területet rendezni, mert eddig nem volt. Úgyhogy folyik a munka mezőkben is. Jövőre úgy gondolom, hogy a civil szervezet erejét ezt fogja lekötni, de biztos vagyok benne, hogy azért az út építés az tovább fog valamilyen szinten folyni. Nagy Ferenc kitért arra is, hogy hatalmas munka volt a kultúra és a sportélet újjáélesztése a kistérségben. Fontos feladatuknak tekintik azt, hogy itthon tartsák a fiatalokat. Igyekszünk a fiatalságnak 2 hetente új programokat szervezni, létrehozni. Igyekszem meghívni cirkuszt, bábszínházat. Igyekszek nekik mindent megadni, hogy ne vágyjanak el innen. Mert legtöbbször ugye az volt a pont, hogy mit csináljunk itthon. Ehhez meg kell teremteni nekünk a lehetőséget, munkát kell nekik biztosítani. Minden szinten próbálunk lobbizni, hogy
valakik jönnek, és bizony nekünk szükség van néhány gyára, anélkül nincs kiút. Én úgy gondolom, hogy sikerre vagyunk ítélve. Az emberek itt akarnak élni nagy részük, és ezekkel összefogva megteremtjük a környezetet, minden, ami adott ahhoz, hogy normális életet éljünk itt, megteremtjük. Segítséggel magunk, de meg fogjuk teremteni.